Sziasztok! A mai videóban megpróbálom végigjátszani a The Butchery, azaz a Mészárszék nevezetű Roblox játékot. Egyébként, ha még nem hallottatok róla, gyorsan elmondom, ami ide ki van írva erre a táblára. A történet szerint le kellett, hogy térjünk az autónkkal az útról, és egy testvérpáros megállított minket. Viszont nem egy jó szándékú testvérpárossal találkozunk sajnos, hanem olyanokkal, akik elráncigálnak minket egy régi-régi farm épületbe, és onnan kell majd valahogy kiszabadulnunk. Hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen lesz. Grafika alapján egyébként az ember meg nem mondaná, hogy ez egy Roblox játék. Maximum abból, hogy fönt látjuk a hádot, de pont az ilyenek miatt egyébként zseniális ez a játék. Aha, itt közben szól nekünk a rádió, és akkor itt kell ugye elkanyarodnunk. Úristen, mi ez a hang? Mint hogyha valami kisbabát hallanék. Viszont nagyon-nagyon jól néz ki. Chubby Baby Presents. Ki az, aki ilyen nevet ad magának? Csinál az ember egy tök jó játékot, és elnevezi magát Chubby Babynek. Az meg micsoda. Az úgy néz ki, mintha egy ember lenne malac jelmezben. Fú, nagyon parának néz ki. Főleg, hogy kezei vannak, lábai nincsenek. Mi a fene az? Most se kopognak. Jó napot! Várjál, azt mondta, hogy egy testvérpáros rabol el engem. Akkor a testvére volt a malac? Hogy ez? Micsoda, mi történik itt? És ezelől a malac elől kell majd menekülnem, gondolom. Úristen. Megetette az emberekkel a malacot? Végre felkeltél. Azt hittem már meghaltál. I'm Jackson. Üdvözöllek a farmon, Jackson vagyok. William. Mi van az arcával, William? What did I say about showing some respect when we have guests? Mondtam, hogy legyél egy kicsit kedvesebb, amikor vendégek vannak nálunk. Olyan vagy, mint egy bolond Jackson. Úristen, de jól megcsinálták ezt. Különleges ok miatt hoztunk el téged ma este. Fel akarnak engem áldozni. Getting loose and scaring you out there on the road. Megijesztett engem az úton a malac. De ne aggódjak, új otthonra fog találni ez a malacka. De ez nagyon-nagyon nem hangzik jónak. Szia malac! Engem szimatol. És elment. Szia! Well, I've got a pig to catch. El kell kapnom azt a malacot. Hát ez nem néz ki jónak. Magához kapta azt a bárdot. És kisétál. Fú, nagyon ilyen Granny érzésem van. Pedig nem játszottam sokat a Granny-vel, talán egy videót készítettem belőle, de valamiért ilyen Granny vibe-ja van ennek az egésznek, nem? Az ott egy kisegér? Na, mi van itt? Van itt egy med. Q betűvel tudom megnyitni az inventorimat, jó. Gondolom ezzel gyógyítani tudom magamat. Itt van egy ilyen próbabábú, és azt mondja, hogy nyúljak be oda. Nem akarok abba a lyukba belenyúlni, semmivel se. Jött, belenyúlok. Most tuti le fogják harapni a kezemet. Áááá, pókok! Jó, igazából a pókok még talán jobbak, mint hogyha leharapták volna a kezemet. Valamilyen gomb van ott. Akkor kell nekem egy eszköz, amivel be tudok oda nyúlni? Hasznosnak tűnnek ezek az eszközök. Kár, hogy nincsen hozzájuk interakciós gomb. Akkor csak megnézni tudtam őket? Várjál csak! Le tudtam szedni a kezét ennek a próbabábunak. Lehet, hogy ezzel kell oda benyúlnom? Nem. Vagy várjál csak? Ha itt van a kéz, és akkor ezt be tudom rakni ide a hotbarba. Ú, de jól megcsinálták. És akkor így már, ha minden igaz, meg tudtuk nyomni a gombot. És mi történt most, hogy megnyomtuk azt a gombot? Kinyílt az ajtó! Ez tisztára egy szabaduló szoba. A mai videó támogatója az eneba.com. Ha még nem hallottatok erről a weboldalról, és szerettek játszani, akkor mindenféleképpen érdemes rajta körbenézni, ugyanis itt jóval olcsóbban tudtok vásárolni játékokat, Robuxot vagy akár V-Bucks-ot is, hiszen most jött ki ugye a Fortnite-nak az új szezonja. Ha pedig már körbenéztek ezen a weboldalon, akkor nagyon szépen megköszönöm, hogyha a linkemre kattintva teszitek ezt meg, ugyanis ezzel engem is tudtok támogatni. Most pedig szerintem térjünk is vissza a videóhoz. Jó, elbetűvel tudom becsukni. És akkor szerintem itt most körbe kellene néznünk. Van itt egy coin. Legyen az jó bármire is. Gondolom valamire azért majd csak használható lesz. És a testvérpáros... Isten, most nem akar engem elkapni? Biztonságban vagyok? Kicskacsa? Jó, az a med az még jól jöhet. Van egy cicás szobor a WC-ben?
Fúj, nem akarok belenyúlni abba a WC-be. De kiszedtük belőle a cicát. El volt dugulva tőle a WC. Van itt egy béka, és mi van még itt? Remélem elkapták azt a malacot. Amúgy nem tudom, hogy mitől félek jobban, a malactól, vagy a testvérpárostól. Itt van ez a szobor. Hirtelen egyébként azt hittem, hogy ez valami kamera. Lehet, hogy ezeket a szobrokat meg kellene keresnem, és oda kellene raknom, ahol vannak a tévében is? Na várjál, akkor viszont a cicás az megvan, ezt a szobát kellene megkeresnünk. És emlékeznünk kellene rá, hogy mi hol volt. Ah! Úristen! Úristen! Szerintem engem akar a kismalac. Nem, nem engedem be! Jön még! És visszajutottam ide a kezdőponthoz. Azt nem tudom, hogy vajon ide bejön-e utánam a malac. Tudok amúgy lopakodni, vagy bármi? Hú, nem emlékszem, hogy vajon ide kellett. A békáshoz kellett hozni bármit is? Jön a malac. Hallom, hogy jön. Ott van! Hogy került oda? Ne! Ne, ne, ne! Úristen, hogy fogok előle elmenekülni? Nem tudok valahova bebújni? Csak le tudok futni egy malacot. Talán ha éles kanyarokat teszek. Nem jó! Várjál, várjál, várjál! Ah! Úristen! Mi? Átharapott az ajtón. És akkor most meghaltam? Jó, jó, újra éledek. Nálam vannak a cuccok. Az a feladatunk, hogy találjunk egy kulcsot. Lehet, hogy akkor van meg a kulcs, hogyha ide pakoltuk a szobrokat. Úristen, ide melyik kellett? Várjál, volt ott egy növény, egy lámpa, meg egy bedeszkázott ablak. Megint itt a malac! Hát, de hát kimenni se tudok innen. Elmegy innen egy idő után? Mintha most elmenne. Csendesedik. Ezt jobbról hallom. Valamit éppen lakmározik. Úristen, ott a malac. Ez itt micsoda? Töltény. Szükségem lesz erre is? Gondolom ide kellene bejutnom. Ide kell lerakni az egyik szobrot. Látszik valami hiányzik innen. De nem emlékszem, hogy melyik kellett oda. Ott van megint a malac. El akarok ide bújni, de... Horsztetjú, megvan a lovas! Jó, legalább a lovas szobor meg lett. Engedj már el! Megvan akkor a három szobor, már csak azt kellene kideríteni, hogy melyik hova megy. Vörös virágoshoz mi megy? Oda megy a sólyom. Oda kell raknom a sólymot. Amúgy ezeket szerintem ide most bepakolom. Ez megvan! De megint észrevett a hülye malac! Melyik a következő? Beszorít egy sarokba, és onnantól kezdve nekem gatya! Na jó, teszünk itt egy kört. A lovas az egy ablak mellé megy, a cica pedig bentre. Akkor ide jön a cica. Jó, lovas szobor pedig akkor jön oda. És nagyon remélem, hogy jól gondolom, hogy ez a feladat. Valami kinyílt. Itt bent nyílt ki vajon valami, vagy? Ott a belső szobába. Ezeket még mindig nem tudom magamhoz venni. Szerintem egyébként itt kellett, hogy történjen valami. Nem? Zárva van. Nem, akkor nem itt történt valami. Hol történt akkor? Bent ott a szobába, ahol a malac van, tényleg? Ott jön a malac. Ezt nem hiszem el. Itt. Megvan a kulcs! Talán? Malac, engedj már egy kicsit. Az a baj, hogy tele van pakolva a szoba, és onnantól kezdve, hogy rátámad, esélyed sincs elmenekülni, mert akkor legalább egy hit elne. Harapna meg elsőre, de nem! Többször is megzabál ez a hülye malac. Nálam van a kulcs. Jó. Ott bárba oda pakoljuk. És akkor most már ki tudom nyitni szerintem azt az ajtót. Na. Nyissuk már ki! Köszi! Ezt vissza is csukom, jó? Köszönöm szépen. Fantasztikus élmény volt. Na, van itt egy fegyver. Én szerintem ezt is magamhoz venném. Azért berakom ezt a healinget oda a kettesbe, de ha jön a malac, akkor úgyis kb. Mindegy. Bár most már hát, ha meg tudom magamat védeni ellene. Itt egy óra. Valaki elvette az óramutatót erről az óráról, legalábbis az egyiket, akkor gondolom ezt az óramutatót kellene nekünk megtalálnunk. De az vajon hol lehet? Ó, egy kis ammó, valaki sütött nekünk. TV 145B1. Ez vajon jelent bármit is? Ó, husika! Finom-finom husika. 14.35. Ez mi? Úristen, az micsoda? Most már egy tehén is jön? De hol van itt az óramutató? Boxcutter. Dobozokat lehet vele fölvágni.
De akkor meg kellene találnunk szerintem azt az óramutatót, és be kellene állítanunk az órát, mint az Amandába. Itt is van egy coin. És ezekből a coinokból amúgy tudunk magunknak venni dolgokat is, például egy lockpicket. Nekem ez hasznosnak hangzik. Aha, dobjunk be coint ahhoz, hogy vásároljunk valamit. Bedobtam 3-at, és akkor veszek magamnak egy ilyen lockpicket. Ez hasznosnak hangzik. Hát, ha ezzel ki tudok valamit majd nyitni. Ó, nézzétek csak, szerintem ezt a ládát például... Ne! Egy zárat tudok vele csak letörni. Akkor viszont nem volt annyira jó deal ez. Honnan szerezek még magamnak cuccokat? Alig találtunk ilyen érmét. Még itt van ez a boxcutter. Lehet, hogyha ezt magamhoz veszem, akkor ezt ki tudom nyitni, de med volt benne csak. Ebben mi volt? Clockhand. Ezt nem mondott komolyan. Oké. Megvan akkor az óramutató, benne volt a dobozba. 14:35 volt. Nagy mutató megáll 10-nél. És akkor úgy kell nekünk beállítani a 14:35-öt. De így jó kell, hogy legyen. Okés. Akkor volt benne egy kulcs, ami a laundry key. De elmeteg ezzel a mosószobába tudok bemenni. Tehát mi gondolom az itt van, nem a pókos kulcsot kaptuk meg. Hol van itt a mosó? Ez mosószoba volt? Nem is figyeltem, hogy mi van ott. Ah, igen. Ez a mosószoba. És akkor ezzel ki tudom nyitni ezt az ajtót. Ó, bocsi, haver! Azt hittem, hogy a testvérek közül vagy valaki. Nem tudom, hogy milyen érzés lehet látni egy másik embert, aki nem akar téged megölni. Figyelj, én is ugyanebben a szituba vagyok, mint te. Nincsen sok időnk. Az úgy, király? Itt, a kert. Itt tudnánk a legjobban megszökni. Itt van egy ajtó. Láttam a testvéreket nem olyan régen a kulcssal. Jobban meg kellene bíznod az ötleteimbe. Megtaláltad a másik srácot? Tudod, azt a butát a baseball sapkába. De kinyitották a órát, úgyhogy biztos eljutottak már idáig. Ne aggódj, meg fogjuk őket még találni. Levágta a kezét! Úristen! Ez nagyon nem néz ki jónak. Szerintem visszafele kellene mennem, nem? Vagy hova menjek? Értelmes ember nem arra fele menne, amerre ők vannak. Ha, ezzel lehet tudom terelni viszont a szörnyek figyelmét. A fegyver is kelleni fog. Atya ég. Ez nagyon komoly ez a sztori. Én szívem szerint amúgy nem erre jönnék. Főleg, hogy már a gaz is bent nő nekik. Megforgatjuk a kis oroszlánt. Hát, ha jó lesz. Azt mondja, hogy reggel kelet felé néz, ahonnan felkel a nap. Délután elnéz észak felé, csak azért, hogy tudjon valamit fogni este magának. Este pedig dél felé néz, hogy meg tudjon pihenni. De tudom én ezt bárhogy amúgy állítani? Vagy ez csak pörög magától ez az oroszlán össze-vissza? Aha, kelet felé, észak felé, és délnél pihen meg. Oké, megoldottam ezt a rejtvényt, de hogy mit kell kezdeni ezzel a hülye oroszlánnal, ne kérdezzetek, egy lockpick volt alatta. Lehet vissza kellene mennem kinyitni azt a ládát, nem? Amin ez a két zár volt. Már ha vissza tudok odáig menni, de szerintem vissza kell, hogy tudjak menni odáig. Ott van az a tehén. Ez lehet hülye ötlet volt. Megöltük a tehenet. Remélem nem fog újra spónolni. De most nem tudok itt visszamenni. De betoljuk a hulláját, jó. Szóval... Ebből több is van? Megint itt van! Ne! Hadd fussak már el! Hány ilyen hülye tehén van itt? Nem jó! Engedj már el! Tök jó lenne ez a játék, csak mondom, az egyetlen problémám vele az, hogy annyi tárgyat lepakoltak, hogy egyszerűen, hogyha beszorítanak, nem tudsz elmenekülni. És az pedig idegesítő tud lenni. Na de van lockpickem, úgyhogy én ezt kipróbálom most itt. Van benne egy kulcs. Egy mystery key. Mit tudhat ez a mystery key? Lehet ezt az ajtót nyitja ki? Itt volt egy ajtó, nem? Ez a pókos. Nem. Pókos ajtót nem nyit nekünk a mystery key. Szomorú. Lehet ezt nyitja? Ezt nyitotta ki. Aha. Hellóka. Megvan a kulcs! Megvan a pókos kulcs! Jaj, te jó ég!
magamhoz kellene vennem. És akkor ezzel a pókos kulcssal tudom elmeltek kinyitni azt az ajtót. Amennyit szenvedtem a malacsal az elején, annyira jó már itt ez a része. Na megvan akkor a pókos ajtó. Arachnofóbia achievementet megkaptam. Bocs is kacok, hogy sötét a játék, de tudjátok milyen egy horror játék. Ha ott is van egy ilyen tud. Mit csinál a homokóra? Nagyon ketyeg ez az idő. Valóban el kellett volna jutnom addig, ameddig az ketyeg? Na jó, most már megyek, kinyírom azt a tehenet, nem érdekel. Pedig így a haszonállatok közül amúgy a teheneket szeretem a legjobban. De most ebben a játékban nagyon nem. Ezeket a bócokat kellene nekem lelőnöm? Mi ez? Számol amúgy nekem ez töltényt? Számol hát. Az hogyan lőjem le? Ó, te. Az baj. A falak élnek, hallod őket? A fallal kellene valamit kezdenünk. Ezt nem hiszem el, már megint itt van egy ilyen hülye tehén. Lőszerem meg nulla, coinom nulla. Nem tudok élni, mert a másik tehén hullája. Mit tudnék itt kezdeni? Nem akarsz nekem csak úgy adni dolgokat? Amúgy lehet, hogy ezt a boxcutter-t még tudnánk használni, nem? Ezt annyira elpakoltuk. Pedig amúgy lehet, hogy egy csomó helyen voltak még ilyen dobozok, amiket fel tudnánk vágni. Körbenézek, hát ha valahol elmaradt ilyen doboz. Nem hiszem, hogy csak ott a mosószobában voltak ilyen felnyitható dobozok. Valahol itt volt egy láda, amit még nem nyitottunk ki. Ez az a láda. Ugye? Ezt még nem nyitottam ki. Kaja, ne már! Nekem nem csirkeleves kell! Lőszer! Ó, te! Hülye csirkeleves! Ki eszik egyébként is dobozos, konzerves csirkelevest? Undorító! Handgun ammo! Úristen, de jó! Megvan a lőszer. Már csak oda a bóthoz kellene valahogy eljutnom. Itt is van még lősz! Oj, de jó! Hát ez lenne az. Sose gondoltam volna, hogy ilyen fogok halni egy raktárházban, a semmi közepén, de itt lennénk. Mindenhol démonok spónolnak, minden egyes sarokban. Sikerült néhány üveget összeszednem és begubóznom ide. De legalább nem érzem úgy, hogy valami megeszik engem. Bármilyen üveget találsz, amit nem fejeztem be, nyugodtan használd föl. Remélem neked többet fognak segíteni, mint nekem. Jó, megvan a glass bottle, köszönöm. Bárki is volt, nagyon kedves, hogy gondolt ránk. És akkor most kellene nekem visszajutnom oda a bohóchoz. Egyébként tudja, hogy annyi cucc van, hogy biztosan meg lehessen csinálni ezt a játékot, csak nagyon nehéz. Főleg, amikor jönnek a szörnyek. 10 darab lőszerem van összesen, az nagyon kevés. Jó, próbáljuk meg. Igen. 2. 3. Ne! 4. Meg lehet beszámolta, 5. Jéj! Jaj, de jó! Széttört ott valami üveg. Workshop ki? Hol volt itt a workshop? Nincsen egyébként még ilyen zárfeszítő kézi készülék? Nincsen. Workshop. Ez lenne az? Ez az. Aha. Jó, értem. Oké, a homokóra valószínűleg azt fogja ott nekem szépen kinyitni. És akkor itt le tudom vágni az utat erre. Mindjárt megnézzük. Elméletileg, hogyha itt balra elfutok, akkor itt keresztül tudok jönni, de itt van ez a hülye tehén! Zárulj már be! Jó, bezárult. Hú, igen, azon az ajtón nagyon látszódott, hogy azon a könyves polcon, hogy az ilyen kamu könyves polc. Na és most hova jutottam? Hello! De jó, hogy működik ez a cucc. A pincébe bezárták őt. Valami lent van velem. Szerintem nála van a kulcs. Segítened kell, haver. Nem tudom, hogy meddig bírom még ki. Megbeszélhetjük ezt az egészet. Úristen. Hát ez remek. Várj, az inventorim tele van. Szerintem ezeket a régi kulcsokat eldobálhatnánk, nem? Nem hiszem, hogy kelleni fognak még. A coin az hasznosabbnak hangzik. Hát, tudok majd még vásárolni magamnak valamit. Aha. Éreztem, hogy ez még kelleni fog nekünk. Szerintem ez a workshop key se kell már. Cserébe én ezt beraknám ide az inventoriba. És akkor vegyünk még ammót magunknak. Minél több lőszert kellene összegyűjtenünk. Jó, ott vannak a kulcsok, amiket kidobáltam, de nekem azok nem kellenek. Most legalábbis jelenleg.
azokat az ajtókat már kinyitottuk. És megint van itt egy ilyen ajtó. Az a csávónak a keze! Úristen, és azt mondta, hogy ugye bezárták ide lentre. Szerintem minket is bezártak. Ez gatya? Ez gatya? Ez volt a vége? Folytatódik a Basement Chapterrel. És akkor nekik lesz még több chapterje. Hú, ez nagyon izgalmas volt. Nagyon-nagyon tetszett. Mondom, az egyetlen negatívum, amit fel tudok a játékkal kapcsolatba hozni, az az, hogy ha megtámadott minket egy szörny, akkor onnantól kezdve nem lehetett előre elmenekülni, mert annyira le volt pakolva minden egyes sarokra valami kis tárgy, hogy beszorultunk. Illetve healinget nem nagyon tudtam használni emiatt. Pedig amúgy biztos, hogy jó lett volna, hogyha tudjuk használni. De amúgy ez egy tök király kis pálya volt. Az ember meg nem mondaná, hogy Roblox, hogyha nem mondom el a videó elején, valószínűleg sokatok nem is tudta volna. Én várom a folytatását, remélem nektek is tetszett. Elég parasztori, de hát kellenek néha ilyenek is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor dobjatok erre a videóra egy lájkot. Andi voltam. Sziasztok!